Arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy az országgyűlés tavaly júliusában elfogadta a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló, majd ki fogom mondani ezt a mondatot, szóló határozatot, amelyben felkérte a kormányt, hogy végezze el az előkészítő, szervező, jogi és igazgatási feladatokat. Egyben vagyonkezelésbe adta a Kossuth Lajos tér teljes területét, beleértve a mélygarázs létesítését is. Ugyanakkor decemberben az országgyűlés rendkívül kapkodó formába és ütemben elfogadta a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslatot, amely ugyanezt a gazdálkodást megtiltotta az állami szervezeteknek, értelemszerűen az országgyűlés hivatalának is, és ezt a feladatot kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladatába adta. Ezzel az országgyűlés azt érte el, hogy és szándékai szerint ez volt ennek a törvénynek, hogy az állami vagyonnal összefüggő gazdálkodás, a különböző állami beruházási program megvalósításának a nyilvánossági kontrollja meglegyen, hogy átlátható kezelést biztosítson. Lényegében az előkészítésen túl nem is volt ezzel a nagy bajunk, mint az, hogy az előkészítés volt penetráns. Ugyanakkor meglepetésszerűen ért bennünket nemrégiben, hogy az Alkotmányi Bizottság ülésén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénybe dugták el azt a módosítást, amely kimondja, hogy e nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alól kiveszik az országgyűlés hivatalát, és vagyonkezelésbe adják a hivatalnak a Kossuth tér hasznosítását. Ugye ez azt jelentette, hogy a következő lépésként is azért használok némi jegyzetet, mert rengeteg új jogszabály van, ami szinte követhetetlen. A következő lépésében a kormány a 18/2012-es rendeletében megállapította, hogy e beruházás megvalósítása során minősített adatokat kell használni, az ország alapvető nemzetbiztonságai érdekeit érintő különleges biztonsági intézkedésekre van szükség, és ilyennek minősíti a Kossuth Lajos téri rekonstrukció. E döntésnek a közvetlen következménye az lett, hogy az országgyűlés hivatala pályázat nélkül, tehát ismétlen pályázat nélkül, úgynevezett könnyített eljárásban saját maga választja ki azokat a tervezőket és kivitelezőket, akik a beruházásban részt vehetnek. Ezzel gyakorlatilag kizárja a versenyt, nem csak a nyilvánost, hanem még a nem nyilvános versenyt is kizárja. Önkéntelenül fölmerül a kérdés, remélem önökbe is, hogy miért volt erre szükség. Hisz Rogán Antal belvárosi polgármester, aki most a gazdasági bizottság elnöke, tavaly júniusában megfogalmazott álláspontja szerint az ország nincs abban a helyzetben, hogy 4 milliárd forintért építsenek egy kizárólagos használatú mélygarást, továbbá féltette a Kossuth Lajos térével levő fákat, továbbá azt állította, hogy nem lenne helyes az uniós elnökség alatt a felvonási téren egy ilyen nagyarányú építkezés. Most ugyanez a Rogán Antal és a Fidesz kormány el akarja dugni az ország nyilvánossága elől a köztársaság főterének átalakítását. Állami pénzből akar még garást építeni, és azzal, hogy 1944 előtti állapotra állítja vissza a tér arculatát, a térről elűzi Károlyi Mihály és József Attila szobrát, a jelenlegi Kossuth szoborcsoportot, visszaállítják Tisza István és Gróf Andrássy Gyula szobrát, amelyen mi egyet is tudunk érteni, csak azt nem értjük, hogy miért kell Károlyit és József Attilát elüldözni a Kossuth térről. Azt sem értjük, hogy miért kell a beruházást nulla pontról megvalósítani, miközben az előző kormányzati ciklusban a beruházás előkészítésére sor került Rogán Antal közreműködésével. Én ennek személyes tanúja vagyok, hisz Demszky Gábor főpolgármester, Rogán Antal polgármester úr és én együtt néztük meg azt a makettet, amely tartalmazta ennek az építkezésnek a megjelenési formáját. Azt sem értjük,
hogy a megfelelő biztonsági minősítéssel rendelkező cégek között miért nem lehet egy olyan pályázatot kiírni, amelyek biztosítják a titokvédelmet, biztosítják a nemzetbiztonsági érdekek szolgálatát, és egyben az ország érdekeit szolgáló megtakarításokat eredményező verseny lehetőségét is megadják. Azt sem értjük, hogy miért kell a mélygarázs közpénzből megépíteni, miért nem vonják be a magánerőt, miközben korábban azt állították, hogy a finanszírozás 100%-os banki finanszírozásban valósul meg, és egyetlen adóforintot sem fordítanak, ezt maga Rogán Antal állította 2010 márciusában. Mindezek alapján azt állíthatom, hogy nem csak bennem, hanem mindenkibe furcsa érzések támadhatnak. Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon nem egy újabb, a Fidesz holdudvarába tartozó vállalkozókat jó helyzetbe hozó, hát erősen gyanús döntési folyamat valósul meg, közkeleti nevén Mutyi. Ezért szeretném önöket tájékoztatni, hogy a jövő héten interpellációt nyújtok be Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterasszonyhoz, amelynek a benyújtása egyébként a mai napon is megtörténhetett volna, ha a tárca ehhez hozzájárult volna. Továbbá kérni fogom a frakció támogatását arra is, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP kormány mégis ezt a zárt, úgynevezett zárt könnyített eljárást választja, akkor a parlament egy paritásos bizottságba felügyelje ennek az építkezésnek a megvalósulását, és e paritásos bizottság tegyen folyamatosan jelentést az országgyűlésnek. Az, hogy itt nemzetbiztonsági adatokat is kell kezelni, ezt a folyamatot nem akadályozza, egyrészt azért, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai C-típusú minősítéssel rendelkeznek, de természetesen bármelyik a bizottságban szerepet vállaló képviselő is elvégezhetik ugyanezt a vizsgálatot, és akkor ez az ellenőrzés megvalósulhat. Összességében sajnálattal kell megállapítanom, hogy az látszik a döntési folyamatból, hogy Rogán Antal az elmúlt évben tudatosan, és 2010-ben tudatosan akadályozta meg ennek az építkezésnek az elkezdését, hisz a fővárosi önkormányzatnak akkor közel 300 millió forintjába került ez az előkészítés, azért, mert abban hittek, abban reménykedtek, ami reményük teljesült is, hogy megnyerik a választásokat, utána ezt a beruházást elvéve a fővárostól állami beruházásba rakják, és ezt követően a saját holdudvaruknak ezt a kedvezményt lehet nyújtani. Tehát nagyon sok itt a kérdés, és erről szerettem volna önöket tájékoztatni.